Újabb mérföldkőhöz érkeztünk, itt az Ebrán a gondolatok átjáróján. Mai műsorunkkal útnak indítjuk harmadik évadunkat, nem is akárhogy, hanem új felállásban. Ezentúl Kovács Károllyal együtt várjuk nézőinket a tévék képernyői elé minden hétfőn este 8 órától. Bevallom, számomra is új feladat hétről hétre átkelni a sokszínű átjáron, de olyan helyzet ez, amely annak ellenére, hogy sok ismeretlen tartogat, új izgalmakat is rejt. Azt hiszem, pontosan értjük, mit jelent neked ez az új helyzet, hiszen mindannyiunk életében ott vannak azok a röpke pillanatok, vagy akár hosszabb életszakaszok, amelyek képesek megváltoztatni megszokott életünket, feje tetejére állítani rutinus mindennapjainkat. Ezek a változások hozhatnak jót vagy rosszat, de bármilyen irányba is mozdítanak bennünket, mindenképpen szembe kell néznünk ezekkel. De hogyan? Ezt kérdezzük mai vendégeinktől, két olyan kiváló művésztől, akik mind szakmájukban, mind magánéletükben minden bizonnyal szembenéztek már néhány egészen új élethelyzettel. Dancs Anna Marit és Homonnai Zsoltot faggatjuk a megoldásaikról. Sziasztok! 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 Köszöntjük a nézőket! Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És hát akkor vágjunk is bele a közepébe. Hogy érzitek magatokat ebben az új helyzetben? Azt hiszem, Anna Mari, te már voltál az Erdély TV-ben, de Zsolt, te még nem. Nagyon jól, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, és itt lehetek. Nagyon jó, hogy tegnap már a színházat is felfedeztük, úgyhogy már kezdünk úgy legalábbis a magam részéről megismerkedni a várossal. Úgyhogy most nagyon jó, hogy még a tévébe is eljutottam. Új helyzet maga a város is akkor. Abszolút, igen. Abszolút. Igen. De ha jól tudom, sokat fogsz ide járni. Úgy van, úgyhogy ezért is szeretném most megismerni a különböző dolgokat itt. Nagyon-nagyon jó benyomást tett rám a város. Egy régi emlékem van a városról, amikor volt egy gitáros triónk, és akkor 89-ben, és megzenésített versekkel jártuk az országot, és akkor egyszer csak kaptunk meghívást Erdélybe, és gyakorlatilag egyik fellépés a másikat követte, tehát ami még nem volt előtte nap, az másnap lett, mert tulajdonképpen hát három gitárral, meg különböző hangszerekkel mindenhova el tudtunk menni, tehát a Kézdi Vásárhelytől kezdve, és akkor voltunk Marosvásárhelyen, és akkor játszottunk itt egy ilyen estet, Kányádi, József Attila, Ady Endre, és olyan meghatározó élmény volt az is 89-ben, úgyhogy nagyon nagy élmény most így visszatérni egy év után, és azért hihetetlen sokat változott és szépült, és gyönyörű lett ez a város. Anna Mari, neked az Erdély Broadway után visszatérni, ez is egy új helyzet. Hát, ugye voltam már a tévében nálatok, illetve hát azért Marosvásárhely sem idegen számomra, hiszen azért az elmúlt 20 évben, amit én elkezdtem könnyűzene énekesnőként énekelni, és aztán persze másfelé ment az én utam, nagyon sokszor voltam Vásárhelyen énekesnőként. Ez most valóban egy új helyzet, hogy én ide most úgy tértem vissza, mint az Operett Színház Társulatának a tagja, a Chicagói Hercegnő című darabbal, és hát színésznőként is idézőjelben nem tartom magamat annak, bemutatkozhattam itt a Nemzeti Színházban, nekem egy hatalmas élmény volt, és nagyon-nagyon izgultam egyrészt, másrészt pedig egy olyan emlékáradat és egy olyan emocionális hullám söpört végig rajtam, hogy nagyon sok emlék, nagyon sok érzés így feltört az elmúlt évekből, ami nagyon jó volt, és jó volt újra átélni. Új helyzetek. Keresitek-e, igénylitek-e az új helyzeteket, illetve mennyire keresitek és igénylitek ezt a fajta változósságot, mennyire vagytok rugalmasak ebben a történetben, új helyzetről van szó? Hát én, nekem az a meggyőződésem, hogy az embernek mindig új helyzeteket kell keresnie, nem szabad, illetve észre kell venni, amikor egyszer csak a megszokásba érkezik, akár milyen téren az életében, és tovább kell keresnie azt az utat, hogy tud tovább tanulni, vagy fejlődni, vagy esetleg mik azok a gátló tényezők, vagy nehezítő helyzetek, amiért megrekedt, és egyszer csak azt mondja, hogy nem lép tovább. Tehát, hogy szerintem fontos, hogy ahogy mondják, hogy a jó pap holtig tanul, hogy szerintem az embernek mindig kell tovább menni.
Te keresed ezeket szándékosan, tudatosan? Én igen. Nagyon-nagyon szeretnék a minden megszokás faktor alól kikerülni, és ezért pontosan ezért is nem sokára, egy hónap múlva már rendszeresen itt leszek Marosvásárhelyen. El is árulhatjuk ezt a... Hát hogy a csodában? Hát alig várom. Akkor áruljuk el. Az új élethelyzet ez Zsolt életéből. Éppen chicagói hercegnőt játszott. Tunk, illetve hát én csöktem volna Siófokon, amikor kiderült, hogy a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen a felvételi pont az előadás másnapjára esik, úgyhogy megkértem Dolhai Attilát, aki szintén játssza Boris Herceg szerepét, hogy legyen már kedves, akárhol is van ott a nyáron, de én nekem nagyon-nagyon fontos felvételizhetnékem van, és legyen kedves, bárhol van, családdal, nyaralásra, dobjon el mindent, kapát, kaszát, vízibiciklit, és jöjjön Siófokra, és játssza el a chicagói hercegnőt, mert nekem most be kell ülnöm a kocsiba, és jövök felvételizni, és akkor ez hál' Isten jól is sikerült, mert felvettek a rendezés művészete szakra, úgyhogy ezt október elején el is kezdjük. Hát ez egy új helyzet. Na például ez egy új helyzet, hiszen ahogy számoltam, lassan 30 éve vagyok színpadon, és ebből ki is derült, hogy ugye... Hány évesek vagyok? Most, hogy betöltöm a 75-öt. Hát, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon jó szerepek mellett, és nagyon-nagyon jó évadok mellett, mégis úgy éreztem, hogy egy picit egy más területet is szeretnék most már végre megtanulni, és elkezdeni. Úgyhogy teljesen nem is, hogy az új helyzet egy félelemmel teljes várakozás volt, hanem épp, hogy inkább már egy olyan, hogy na, jöjjön, már csináljuk, és már a türelmetlenség kategóriába tartozik. Anna-Mari, te keresed az új helyzetet? Nekem nagyon érdekes, hogy a változás, vagy az új helyzetek keresése, ez különböző életszakaszokban, vagy igazából különböző szegmensekben milyen töltetű nálam. Míg szakmailag nyilván szeretem a változást, vagy néha jó, hogyha változunk, mert nyilván az ember mindig többet akar tanulni, fejlődni akar, más is akar lenni, mint az a megszokott, amit már mondjuk évek óta csinál, az engem nagyon-nagyon tud vonzani. Például így voltam annak idején a könnyű zenével, hogy sok év után, amikor már azt éreztem, hogy a könnyű zene számomra nem tartogat semmilyen fajta kihívást, vagy izgalmat, vagy nem is mondhatom azt, hogy izgalmat, de tanulási lehetőséget, akkor hozta úgy az élet, hogy én az operett műfajával megismerkedtem és belekóstolhattam, és akkor elindultam egy olyan útszakaszon, amire azt mondtam, hogy igen, én erre kíváncsi vagyok, akarom, tapasztalni akarok benne, és akarom ezt a változást. És így alakult, hogy én 2010-ben az Operett Színházhoz szerződtem, és azóta úgymond hát teljes mértékben megváltozott az én életem. Ami a magánéleti változásokat illeti, azoktól én mindig rettegek és félek. Tehát én szeretem a stabilitást, szeretem azt, ami megszokott, és tudom, hogy nem ismeretlen, és vannak bizonyos olyan, elképzeléseim a családot, a magánéletemet, az életformámat illetően, amihez nagyon-nagyon kőkemény székely vasakarattal úgymond ragaszkodom. Mert nyilván ezt én otthon láttam, nyilván én ezt otthonról hozom magamban, és úgy gondolom, hogyha szakmailag és az élet többi területén nagyon sok impulzus, nagyon sok változás, nagyon sok pörgő és mozgó dolog érint bennünket, a másik oldalon, ami az otthon, a család, kell legyen egy stabil pont, egy stabil olyan közeg, ami erőt tud adni ahhoz, hogy azokat a változásokat, azokat a fejlődéseket végig tudjuk magunkon vinni. Nagyon jó, hogy különbséget tettél, hogy van szakmai nehézség, ami akár nap mint nap szembe jöhet egy próba folyamat során, akár nálatok is, és van a magánéleti nehézség. Ugyanúgy küzdünk ezekkel, ugyanazokkal a gondolatokkal állunk neki, vagy el tudjuk teljesen határolni? Én például nem félek a szakmai kihívásoktól, vagy a szakmai változásoktól. Úgy gondolom, hogy nyilván kell tapasztalni, hogyha esetleg valami nem úgy sikerül, akkor azokból le kell vonni a konzekvenciákat, azokat úgymond kell úgy értékelni, hogy az majd
későbbiekben a hasznunkra válhat, vagy tudunk belőle tanulni. Még nem tudom, tehát a családi, magánéleti dolgok azoktól egy kicsit tartok. Persze a Jóisten mindig úgy intézte, és úgy intézi, hogy végén kiderül, hogy ó, hát ez így jó volt, és jó, hogy így alakult, és nem kár érte. De hát nyilván az ember azért vágyik valamilyen szinten a biztonságra. Uh-huh. De akár ez a szakmában is megvan, mondjuk gondolkodom, hogy így külön választottuk, hogy szakma, hogy magánélet, hogy melyik területnek a nehézségeit tudjuk könnyebben, nehezebben kezelni, vagy hogy mitől függ ez, mit gondoltok most Zsoltra és Mézekeit? Szerintem ez attól függ, hogy az emberben legyen rend, legyen harmónia, és akkor a környezetével is harmóniában tud lenni, akár magánéletileg is, akár szakmailag is, illetve szakmailag azokat a helyzeteket sokkal jobban tudja kezelni, sokkal jobban tud hozzá viszonyulni, hogyha belül rend van. Azt gondolom, ha nincs rend, akkor még alap helyzetekben is nagyon rosszul tud reagálni az ember. És még jó esetben azt tudja mondani, hogy jó, bocs, akkor most ilyen voltam, olyan voltam, feszült voltam, nehéz hetem volt, nehéz hónapom, de mégis a törekvés az, hogy harmónia legyen, és akkor rendet és nyugalmat tud sugározni az ember maga körül, és akkor a szakmai élete is úgy tud működni, hiszen úgy tud benne részt venni, akkor tudja talán a legjobbat nyújtani, és nem pont ezért fontos, amit Anna Mari mondott, hogy közben meg legyen otthon is rend, legyen körülöttünk és bennünk. De például most eszembe jutott egy gondolat, hogy például, hogyha a magánéletben van egy válsághelyzet, ami totál megviseli az embert, és most én magamból indulok ki, az néha szakmailag is jót tud lenni, vagy jót tud tenni, hogyha pont egy olyan darabot próbálsz, és most a Rebekára fogok reflektálni, hogy ugye amikor én most 2017. decemberében beálltam ebbe a darabba, akkor én pont egy olyan magánéleti válság kellős közepén voltam, ami emberként úgymond nőként engem teljes mértékben felőrölt, viszont ezt az őrlődést, ezt a vívódást és ezt a lelki állapotot én a színpadon nagyon-nagyon jól tudtam alkalmazni. Tehát, hogyha én szerelmes vagyok, és fú, de boldog vagyok, és jaj, hát a pillangok között szállok. Akkor nincs a Rebeka. Akkor nincs a Rebeka. Nem. Akkor lehet, hogy nincs az a lelki állapotom, amihez a drámai darabhoz kell, vagy a pszichodrámához kell. Ez egy pszichés terápia is, hogy hát az ember ki tudja. És az volt a szerencsém, hogy a Humona és Zsolt volt ebben a partnerem. És ezért a dráma csak fokozódott. Igen. És a válság. Nem, komolyra fordítva a szót, hogy valóban vannak olyan élethelyzetek, amelyeket majd a színpadon színészként, vagy hát most nyilván így indulunk ki a témába, hogy ezeket tudod úgymond kamatoztatni, vagy elővenni, vagy emlékezni azokra a lelki állapotokra. Meg talán az is van, hogy néha jókor találnak meg szerepek, vagy élethelyzetek, hogy kölcsönhatásban egyik segíti a másikat, egyik oldja, meg közelebb hozza a problémához a dolgokat, akár szakma magánélet. Igaz, azt mondhatjuk, hogy amikor egy ilyen válsághelyzet van a magánéletben, akkor talán a szakmában is egy picit elmélyültebben figyeltek önmagatokra? Nagyobb az empátia, hogy akár szereppel, akár egy... Akár menekülés. Ez egy menekülés. Miért egy harmóniában vagy tőle? Tehát sokat játszottunk együtt. Szóval biztos, hogy az ember ilyenkor kapaszkodik abba, hogy egy ilyen munkaterápiába, és ráadásul ugye a színpadon, meg az ember saját érzéseiről és gondolatairól beszél, és akkor mint egy tényleg egy ilyen pszichés terápia ki tudja adni magából, és az tud a darab szempontjából is jó lenni, és az ember szempontjából is jó lenni, hogy ki tudja adni. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy az se jó, hogyha az ember egyszerűen csak beletemetkezik a munkába, mert az is meg csak egy bezár mindent, és azt mondja, hogy jó, akkor ez most nincs, és akkor elfelejtem. Miközben azért én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy magunkkal is szembenézzünk. Nekem például ezek a helyzetek arra tanítottak meg, hogy magunkkal szembenézzünk. Tehát nagyon sokszor, nyilván alkattól függ, ki hányszor, vagy ki milyen helyzetben keresi másokban a hibát, és ez legyen akár szakmai, vagy akár magánéleti. De nagyon kevésszer tesszük fel magunknak a kérdést, hogy oké, és akkor mit tettem én ezért a helyzetért, mit tettem azért, hogy ez előálljon, vagy mit tettem ellene, vagy miért hagytam, vagy ha hagytam, akkor meg utána miért kérem számon.
Tehát nagyon sokat tanultam abból, hogy bizony szembe kell néznünk magunkkal, és magunkkal kell elszámolni, és akkor megint ez csak arra vezet vissza, hogy a belső rendünk felé kell elindulni. Ilyen esetben, mikor nehézségek vannak, kértek-e tanácsot, segítséget, vagy de most nem konkrétan személytől, hogy ti hogyan oldjátok meg ezeket a helyzeteket? Könyvvel, vagy a segítség barátnőktől. Több órás beszélés. Vagy akár szimpati szeretet, az is egy megoldás. De igen, ahogy a Zsolti mondja, bele lehet temetkezni a munkába, de ez egy nagyon-nagyon veszélyes mesdje, mert azért ez nem egy reális világ. Tehát a színészet, a színház az ez egy mencsvár, és tényleg oda el lehet bújni akkor is, hogyha boldogok vagyunk, hogyha szomorúak vagyunk, és fel lehet venni azt az állarcot, hogy ja, ez nem én vagyok, közben kicsit igen, de hogy igazából ilyenkor én azt hiszem, és abban hiszek, hogyha bármilyen válsághelyzetben vagyunk, akkor a család a legjobb terápia. A család. És akkor itt persze van benne az, hogy hideg-meleg, pozitív-negatív, pólus minden. Nekem például a gyerekem a hatalmas nagy terápia, tehát bármi gáz van, ránézek, rá gondolok, és kész. Biztonságot érzel ilyenkor, amikor azt mondod, hogy család vagy? Igen. Igen, mi egy nagyon erős családban létezünk a szüleimmel, a bátyámmal, az ő gyerekeivel, sógorasszonyommal. Most már van ugye az én kisfiam, aki másfél éves, és ő is egy olyan plusz kötelék a családban, sőt, van egy kiskutya is a családban, aki még tudingolja az erősítést, nem viccet félretéve, hogy tényleg egy olyan erős burokban vagyunk, igen, burokban vagy egyesületben, vagy nem tudom, egységben, igen, ez a rendes szó és a helyes szó, ami bármilyen helyzetben minket felemel, megoldásokat találunk, és megoldjuk azokat a helyzeteket, vagy egymást segítjük és tápláljuk. Szerintem fontos, hogy az ember merjen segítséget kérni, de ez valószínűleg megint csak akkor van, hogyha szembenéző magával, és azt mondja, nekem segítségre van szükségem. A felismerés. Hogy ez megint csak olyan dolog, hogy ugye, ahogy mondják, hogyha elmegy az ember bármilyen terápiára, akkor az azzal kezdődik, hogy azt mondja, hogy jó napot kívánok, XY vagyok, és nekem ez is ez a bajom. Legyen az alkohol, drog, vagy bármi, vagy gyógyszer, hogy ez amíg ez nincs, addig nem tud segítséget kérni. Tehát szembe kell nézni azzal, hogy nekem most segítségre van szükségem. És ez nagyon jó, hogyha családilag is meg lehet tenni, de azt gondolom, hogy muszáj, hogyha tényleg nagy a baj, akkor külső szakemberhez is menjen. Tehát én aztán nagyon ellene voltam minden ilyen pszichológus, meg nem tudom, mert azt gondoltam, hogy én mindent tudok a dologról, és megoldom meg, ami nem azt meg majd elmúlik, vagy majd megoldódik, na ez meg a másik, hogy majd megoldódik. Mégis szűnyeg alá seprés, persze. Mitől oldódik meg? Szóval ez ha nem keresünk megoldást, nem oldódik meg, a szűnyeg alá seprük, és egyszer csak kidől, szóval egyszer csak ott lesz. És azt is fel kell ismerni, hogy én ezt nem tudom megoldani. Tehát, hogy ebben én most elvesztem, már csak azért sem, mert adott helyzetben marha jól tudok másoknak tanácsokat adni, csak akkor én kívülről nézem. És akkor az egy nagyon nagy csapda, hogy azt gondolom, hogy magamnak is tudok, de nem tudok, mert magamat nem kívülről nézem, és a saját problémáim keresztül látok mindent. Tehát nagyon kell, hogy valaki akár kirángasson, vagy megfogjon, vagy beszélgessen. Tehát adott helyzetben nagyon jó az, hogyha elmegy az ember egy szakemberhez, és hogy az egyáltalán nem szégyen, vagy nem tudom. Sőt. Ezt ma már be lehet vállalni? Szerintem persze, igen. Hogy azt mondja az ember, hogy igen, nehéz helyzetben vagyok, és elmegyek szakember véleményét. Szerintem el is kell. Ez is kell, bocsánat, egyfajta erősség vagy intelligencia, amikor valaki tényleg be tudja látni azt, hogy igen, és nekem szükségem van segítségre, én ezt nem tudom megoldani. Én például jutottam olyan helyzetbe, ezelőtt egy évvel, hogy annyira agyon analizáltam, agyon korbácsoltam önmagamat, hogy miben, hogyan, hogy eljutottam arra a pontra, hogy tényleg totálisan velem van a probléma, hát akkor itt nagyon nagy bajok vannak, és akkor kérek én is segítséget. És igen, elmentem egy pszichológus nőhöz, és beszélgettünk. Mert az egy dolog, hogy a családdal vagy a barátnőimmel kibeszéltem a problémámat, de tényleg kíváncsi voltam, hogy szakmailag igen, velem van a baj, én gondolom rosszul, hogy van is, és egyáltalán tegyünk egy kis rendet az agyamban is, a lelkemben is, az életemben is minden. És nagyon sok esetben, amikor beszélgettem ezzel a szakemberrel, akkor kiderült, hogy bizonyos dolgokat nagyon jól gondolok, és bizonyos dolgokat viszont tényleg túl gondoltam, és túlástam magamat abban a helyzetben, és túl kicsinyítettem önmagamat, holott
holott például nem kellett volna annyira. És igenis, tényleg kell merészelni segítséget kérni, mert sokszor meg átessünk a ló túlsó oldalára. Tehát nem az van, hogy ja, hát akkor nekem van igazam, vagy lehet, hogy tényleg nem volt igazam. És tehát, hogy nagyon nagy végletek vannak. És el tudod te fogadni, hogyha egy szakember azt mondja, hogy mondjuk neked ebben vagy ebben nem volt igazad? El. Abszolút. Tehát kell a megerősítés is, úgy kell a úgy megerősítés, érzem. Kell a tükörtartás is, és kell mindenfajta szempontból. Én régen nagyon nehezen viseltem el például a szakmai kritikát, vagy ha valaki mondott valamit, hogy akkor ezt ne így a színpadon. És aztán egy idő után megtanultam, hogy abból lehet, hogy nekem hasznom lesz, vagy a javamra válik az, hogyha valaki mond valamit, és tényleg nem ilyen fafejű székely lányként azt mondom, hogy de nekem van igazam, és kész. Nem, meg kell hallgatni, és lehet, hogy vannak emberek, akik jobban értenek ahhoz a szegmenshez, mint például én. Meg az is milyen fontos lehet, hogy egy idegen előtt megfogalmaz valamit magadról, és azt kimondja. Tehát, hogy mindenféle barátnődnek máshogyan mondod, anyukádnak máshogyan mond. Tehát nem kell ferdíteni, hanem a maga igazságával és őszintességével akár el lehet mondani. Hát vannak emberek, akiknek ez nehézséget jelent, nekem nem. Sajnos. Nem tudom, ez jó vagy nem jó. Igen, csak néha az van, hogy a barátoktól az ember úgy megy ezekről beszélgetni, hogy azt mondják, amit hallani szeretnél. Ezt mondom, hogy neked van igazad, és igen, és nagyjából azt is mondják, ritka. Igen. És nem arról beszélünk, hogy amit mondjuk egy ilyen szakember ilyenkor megtesz, hogy te atya úr is látod magadat, hogy sajnálod magadat, ez tehát ez mennyire vagy te szánalmas. Fölállna és egyszerűen mondanál erre inkább egy esetben. Nem, én nem, de bizony. És akkor nyilván az ember elkezd, nem tudom, sírni, káromkodni, és akkor ül is azt, hogy figyelj, engem elküldhetsz ám a fészkes fenébe is, de attól neked nem lesz jobb. Tehát, igaz, lehet így ilyen formán az a mondás, hogy a nehézségekben kiderülnek a viszonyaink, embertársai viszonyaink. Abszolút. Ha én nehézségben vagyok, és körülnézek magam körül, akkor így mérlegre tudom még ezt is tenni a nehézségen túl. Hát régi nagy mondás, hogy a barátod bajban ismerszik meg a barát, így van. Azért az nagyon nagy mondás. Ez tényleg így van. Szelektálódnak az emberek egy ilyen helyzetben mindig. Ami nem is baj. Hát nagy takarításnak hívom egyébként, igen. És ez nagyon jó. Nem baj, és főleg akkor amikor az ember amúgy is nem ő megy ahhoz, hogy embereket keresse maga, akkor amíg ellenkezőleg mondjuk így bezárkozik, és ki az, aki rá rúgja az ajtót, hogy figyelj öreg, beszéljünk már aztán két szót, mert kicsit ki vagy. És lehet, hogy én nem is akarnám, de azt mondja, hogy de. Egyébként erre vannak módszerek? Most szét is választhatjuk, akár szakmai, akár magánéleti, hogy így szembesültök egy helyzettel, és akkor most nem akarok példákat mondani, elmegyek futni, és akkor ez a terápián, vagy meditálok, vagy ilyen módszerek vannak, amiket így már bejáratott, és tudom, hogy nálam működik, ha lecsendesedek, vagy működik, ha megosztom. Én amikor nagyon nagy szakmai viharokba voltam magam kapcsán, akkor például én elmentem, tehát mondtam, hogy nem tudom mi a kiút, és én elmentem például meditálni, meditációs tanfolyamra. És ez nagyon komolyan, hogy több napig jött, és akkor még egy szintet elvégeztem ebben, mert és egy óriási felfedezés volt, hogy én, aki azért viszonylag szkeptikus voltam ezeken a területeken, egyszer csak tényleg elkezdtem befele fordulni. Mert mondtam, hogy nem tudom feldolgozni azokat, és hogy az idegrendszerem van már ki, és nem tudom, mi a megoldás, mert nincs bennem rend, és ezért például a gyerekekkel sokkal türelmetlenebb vagyok, otthon sokkal türelmetlenebb vagyok, sokkal inkább azt mondom, hogy jó, hagyjon békén mindenki, de például az nagyon sokat segített. Tehát vagy a sport például, hogy ki, én akkor elmegyek a teniszpályára, és 3 óráig teljes agresszióba ütöm a labdát. És utána minden jó lesz. Ha, persze. Tájbózni. Nem, a sport az mindenképp az egy jó terápia, illetve hát szerintem ilyenkor minél több programot kell csináljon magának az embert, hogy figyelem elterelő, vagy az, hogy ne csak a körül a dolog körül járjanak a gondolataim, és ne csak abban létezzek, hanem akkor legyen más. Akár egy mozi, akár egy színházi előadás, bármi például, más. Vagy keressen az ember olyan dolgot például, amiben tudja, hogy alapvetően jól érzi magát például, de most ez minden. Például nálunk az énekóra az ilyen, hogy én járok az énekmesteremhez, szerintem 25 éve, és valami fajta, és ez a meditáció alatt jöttem rá, hogy ez
tök ugyanúgy működik, mint egy ilyen buddhista meditáció, hiszen, de hogy még szerkezetileg is, anélkül, hogy megfogalmaz. Mi megyünk a terembe, ugye a kis zongorás terembe, becsukjuk az ajtót, és valahogyan azzal lendülettel kimarad minden. De azért, mert egyszerűen kialakult az a, nem tudom, pavlovi reflex, hogy ott arra figyelünk. És ugye, ahogy mondjuk ott elkezdődik egy mező, nálunk meg mivel kezdik? Viszont tényleg nem figyelek sem másra, csak a rezgésre, meg a zöngére. És mire 10 perc múlva azt is elfelejtem, hogy honnan érkeztem, és hogy hova megyek majd aztán, tehát hogy totálisan kívül majd, tényleg amit a végigmantrázni. Hát ez már meditatív állapot. Hogy azért, mert azok a gyakorlatok, azok is, amire az izomrendszer, a lelki rendszer, az idegrendszer úgy reagál, ez is tényleg egy mantra gyakorlat például, hogy most ahogy mondod az énekórát, nekem is abszolút, tehát, hogy... Tehát, hogy például, amikor el kell menni, de én ilyenkor elmegyek énekórára, és akkor másfél órán keresztül zümbögünk meg, nem tudom, és a végén úgy jövök ki, hogy ja, el is felejtettem, viszont totál föl vagyok dobva, mert nem tudom a végén sikerült jól megcsinálni a Cavaradossi áriáját a utolsó 5 percben a zongora mellett. Beszéljünk még arról egy picit, hogy mennyire befolyásolja valamilyen területen megélt nehézség, mondjuk a más területen való teljesítményeteket, akár hogy mennyire visszük haza a szakmát, vagy mennyire nem szabad hazavinni, vagy ha otthon baj van, akkor ki tudod-e zárni a színpadon. Ezekkel hogy vagytok? Én sajnos hazavisszelek. Picit hazavisszem. Ki lehet ez zárni? Nem lehet ki, nem hiszem. De kell egyáltalán, vagy mennyire? Lehet, hogy kizárnánk, de az a baj, hogy én nem tudom. De azért számolnánk otthon is egy kicsit. Hát, vagy az sem ősz, és akkor vinnél haza egy kis lombig, vagy agyat. Már még nem vagyok kész mindjárt. Tudtok-e úgy teljesíteni, hogyha előadás van, hogyha mondjuk otthon baj volt? Á, simán. Ezt ki tudjátok zárni? Persze. És akkor fordítva nem? Persze. Akkor fordítva nehezebb? Fordítva nehezebb. Fordítva nehezebb, mert ott jobban elengedi magát az ember, és jobban hagyja, hogy áthassa ezek az érzések, de előadáson tényleg ilyen terápia szinten, akkor az ember még inkább bele tud kapaszkodni, hogy most ezzel foglalkozom, és ez a dolgom. De nem hiszem, hogy alapvetően még ha normális mederben folynak a dolgok, is ki tudja, ha az ember kapcsolja. Szóval nagyon én nem tudom, tehát az van, hogy mondjuk ha tudom, hogy este most chicagói hercegnő lesz, akkor már azért ott van az agyam, és tudod, mi van, Zsolti? Szerintem az van, hogy nagyon nagy szenvedélye és elszántsággal műveljük a szakmát. És bármennyire nem akarjuk a magánéletet alárendelni ennek, de mégis. Tehát igazából valahol tényleg a színház, a színpad, az éneklés áll az életünk középpontjába, és utána következik a család, magánélet, minden egyéb. És én nagyon sokszor gondolkodtam ezen, hogy persze hazamegyünk, levetettük a jelmezt, lemostuk a sminket, és akkor otthon vagyunk. És persze nagyon sokszor úgymond megfeledkezek arról, hogy én nekem mi a foglalkozásom, pláne amikor a kisfiammal játszunk, akkor mondjuk tudom kamatoztatni azt, amit csinálok otthon is a gyerekkel, de... Van egy jó közönség. És hát nem sor. Imádod a gyerek, mert mindig he-he-he-he-he. Jó, majd amikor suliban megy, kezdj el énekelni az osztály előtt. De egyébként volt az Ádám már koncerten. Nem, az Ádámkát már elvittem koncertemre, és nagyon érdekes volt, hogy az ilyen laposan, meg ilyen akármilyen töltelék daloknál, hogy a gyerek ment körbe a barátnőmmel a színpadon, és rám se nézett, és tényleg a nagy hakni számoknál egy terúgyos élet, vagy hajmási például, a gyerek odaállt a színpadon, és itt a sötet, tehát kijelesztő. Szóval, hogy bármennyire is akarom, hogy kizárjam a szakmámat az otthoni életemből, nem tudom, nem tudom. És nagyon-nagyon próbálok arra figyelni, majd a továbbiakban pláne, ahogy egyre többet fogok dolgozni, hogy ez, hogyha én hazamegyek egy előadás után, vagy egy próba után, és ott van a kisfiam, és vele játszok, akkor tényleg csak az övé legyek, és akkor tényleg ne legyen benne az, hogy nekem a gondolataim közben máshol is vannak, és nem teljes mértékben a gyerekemre figyelek. Hát eddig akkor úgy néz ki, hogy nehézségekről, új élethelyzetekről, mi nehézségről beszéltünk. Na, de kicsit viduljunk fel, hogy mi van akkor, ha az új élethelyzet abszolút pozitív töltetű.
azok is új élethelyzetek. Hirtelen jön egy siker például. Ezekkel minden hogy álltok szemben? Minden új élethelyzet pozitív. Én azt gondolom, hogy egyrészt valamiért úgy kellett hogy rögtön történnie. Ide lyukadtunk ki. Valamiért úgy kellett történnie, valamiért az előző dolgoknak a következményeként oda kellett jutni. Azt hiszem, hogy az emberek a döntéseiben mindig benne vannak ugye a következmények, és az, hogy mindig dönthet vagy így, vagy úgy, még akkor is, hogyha a döntésnek a következménye, aztán rájön, hogy állj, úr is tesz, nem így gondolom, akkor is dönthet úgy, hogy majd így megpróbál ezen tovább menni, vagy vissza, de mindenképpen a döntése, tehát bármilyen új helyzet az mindenképpen pozitív, azt gondolom, mert a valamit csak annak kellett. Akarjuk értelmezni? Nem. Tehát, hogy ez álszentsége, az a kérdés, hát, hogy önáltatás. Most éppen, hogy mondod, hogy új helyzet, és annak mindig oka volt, és ez így sokkal jobb, nagyon sokszor van ez, és tényleg. De van olyan helyzet esetleg, amikor azt érezzük, hogy jó, ez egy új helyzet, ez jó, legyen jó, és akkor ebben most... Tehát, hogy belemagyarázzuk? Belemagyarázzuk. De sokszor van az a helyzet, ami fájdalommal jár, egyértelműen. Viszont utólag beigazolódik egy kis időre, hogy az egy nagyon fontos, igazából pozitív és jó helyzetet hozott az életembe utána. Csak mert a fájdalmat is meg kell élni, az is a tiéd. Igen. Azok is, mint tanulás és mindenféle következő helyzetekre való tapasztalat. Igen. Azzal talán mented magad, hogyha azt mondod, hogy ez egy rossz helyzet, de azt mondom, hogy jó helyzet. Tehát, hogy... Jó, de most például beszélek egy halálesetről a családban, Isten ments, ami hát nyilván egy hatalmas változás egy család életében. Most, hogy a pozitívabb témákhoz... Mostani halálesetekről tart egy negyed órás beszámolót. Egyszerűen, hogy hisztam, sose felejtem el, állok a hamvasztó mellett. Na, nem, csak most ezen gondolkodom. De ez egyértelműen rossz helyzet. Hogy egy rossz helyzet, ami változást hoz, és ebből nem lehet pozitívan kijönni. Igen, mondjuk ezt is attól függ, hogy... Ja, hát szembe kell nézni. De azért ezt tökül, mert... Ja, örökölök valamit tőle, hát akkor lehet, hogy jó, persze pozitív, de... De hát igen, tehát vannak olyan változások az életben, amiből már nem tudsz jól kijönni, vagy nem. De lehet, hogy ez a szükségszerű folyamat ahhoz, hogy te érési folyamatban vegyél részt önmagadban. Igen, lehet. Tehát, hogy nektek elértél oda, hogy ezt a történetet megbírjad, és egyet tovább lépje valószínűleg. Igen. Meg hát a kultúrákból is adódhat, hogy a nyugati ember mondjuk fél a haláltól, vagy hogy rosszként éli meg, de mondjuk egy keleti ember készül rá egész életében. Meg hát a születéssel az elengedés ott van. Na, de új helyzetekre térjünk. Új helyzetekre, jó. Van-e? Meséltek-e nekünk, vagy megosztotok-e velünk egy olyan pozitív helyzetet az életetekben, amiért hálásak vagytok, hogy bekövetkezett? Akkor nem mondjuk azt, hogy jó vagy rossz. Egy helyzetet, egy új helyzetet. Hát nekem mindenképpen az, hogy végre ennyi év után mindig csak tologattam, mindig azt mondtam, hogy majd elkezdem én ezt a rendezést, majd elkezdem. Majd és emlékszem, hogy amikor a Színművészeti Egyetemen végzős voltam, színháztár mester osztályában jártam, és mondta, hogy mi lenne, ha bent maradnék, és nem mennék ki 4 év után az egyetemről, hanem még egy 3 vagy 4 évet lenyomnék. Hát mondom, ez nagyon jó mester, de hát neki nem most kéne énekelni, meg szerepelni, meg nem tudom, tehát hogy mikor, ha nem most. Mondom, rendezz még ráére később is, vagy ezzel foglalkozni. Szóval jó. És akkor így ez így megmaradt, és állandóan tologattam, és mindig szóba került, mindig benne volt a pankliba, és ezt mondom egyszer csak, hogy na jó, tényleg, meddig fogom ezt csinálni, az Audrey színét oszom, vagy egy járókerettel azt mondom, hogyha visszaadnád a fogsorom, hogy akkor, ha én elmentem volna, ez nem így lett volna, akkor jó színház lett volna. Szóval, hogy ez meg olyan szár, hogy menjünk már neki most, gondolom, hogy jó, pont tényleg most be, és teljesen lehetetlen volt a helyzet, mert pont előadás is volt a Siófokon, pont. Ó, de megoldottuk, nem is hiányoztál. Tudom, köszönöm szépen, majd így beszélünk. Hogy végül is tökéletesen megoldódott minden, és én tényleg azért hálás vagyok, hogy és pont az volt, tessék, magánélet össze, hogy elmentünk, volt 4 nap, vagy 5 nap az, hogy a gyerekekkel elmenjünk a Balatonra, és sem másról nem szólt, mint inkább fölkeltem reggel 6-kor, meg 7-kor, és írtam a beadandó történetet, hogy a vízibiciklizésre, de akkor is azért ott volt az, jó, akkor ebédem, na de én már csinálom tovább, meg éjszaka, úgyhogy azért én például most nagyon hálás vagyok, hogy ez a helyzet magamban is végre azt tudtam mondani, jó, oké, most
zsúfolt évad volt, meg 7 bemutató volt, meg nyáron még 3. Gyakorlatilag a nyári szünetem egy szerda délutánra esett a idén. De hogy minden, menjünk neki. Akkor most esett az eső. És pont esett az eső. Nálunk a tél vagy a nyár, igen. És akkor, de nem baj, menjünk neki. És minden valahogy összeklapolt össze, és pedig semmilyen reális helyzet, mert annyi zsúfi volt minden. De összeállt, és ezért most hálás vagyok, hogy ezt meg kellett lépni, és tök jól össze is jött. És ehhez képest például tudatos az a döntésed, hogy egy új élethelyzet, felvételizel, ismét diák leszel, ja. Ráadásul határokon túl. Uh-huh. Tehát ez tudatos, hogy azt mondom, hogy akkor még nagyobb... Igen, mert annyi új impulzus, annyi tiszta energia tud így beáramlani. Azért, hogyha az ember nagyon sok időt eltölt egy közegbe, akkor egyszerűen eltompulnak azok az ingerek, amik érik, és egyszerűen annyira friss levegőt kap ilyenkor, hogy mert odafigyelek rá, mert most tényleg egy idő után ezzel, nagyjából tudja már, hogy mit fog mondani. Vannak rendezők, akik nem jól tudom, mit fog, de azt is tudom, mit kell csinálni, hogy ezt nem mondja, jó, megvárom, amíg mondja, utána majd megcsinálom úgy, hogy majd nem mondja. Szóval, hogy így elfárad az ember, az ingerületek befoggad. És akkor jön a megszokás, ami ellen meg azt mondom, hogy szerintem meg harcolni kell, mert és észre kell venni. Tehát ugye ezért ezt én egy még jobb lehetőségnek érzem az a tovább lépésre, a megfrissülésre. Anna Mari? Kedves Zsolt, nekem erről az a véleményem. Semmi. Nagyon szépen beszélsz, egyébként eszem a szavait, tehát hogy így csemegész ebben, és közben nekem is cikkháznak a gondolataim. Többet kellene beszélni. Új helyzet, érzetek! Ez is egy új helyzet. Új helyzet számotokra, és új dolgokat fedeztek fel. Rosszabb mondok nekem is, hogy Nem, igazából tényleg ezek az új helyzetek és a változások, igazából mindig az élet sodor olyan feltétele, vagy olyan lehetőségeket a mi oldalunkra vagy irányunkba, hogy ezekkel vagy élünk, vagy nem élünk, és ezeket a változásokat vagy akarjuk, vagy nem akarjuk. És én most visszagondolok arra, hogy nekem tényleg az egész klasszikus zene, meg az operet, az hogy jött az én életembe? Tulajdonképpen én akkor végeztem egy zeneakadémiát, operaénekesi képesítéssel, amikor én javában könnyű zenét énekeltem, és a diszkókban jártam fellépni, és a sörfesztiválokon is utaztam, és videoklipeket csináltunk, amikor a fele nem gondolta, hogy nekem erre a diplomára valaha lesz ez szükségem, vagy én nem is tudtam magamat egy színházban elképzelni, hogy én ott fogok majd dolgozni, vagy színpadra álljak, mint színész, vagy bármi más. És mégis úgy jönnek a találkozások, az emberek az életünkbe, hogy ezek által, az emberek által van egy kis szép láncfűzér, és eljutunk oda, amire úgymond vágyunk, esetleg titkoltan, álmainkban és nagyon-nagyon-nagyon féltve, hogy az úgyse fog sikerülni, úgyhogy inkább nem is gondolok rá, azért jó lenne. És mégis tényleg jönnek ezek az emberek az életünkbe, és eljutunk egy olyan pontra, amikor a sok-sok évvel azelőtti történések, tanulások, úgymond befektetett energiák megtérülnek. Mm. És nekem például ilyen volt az operet, hogy elvégeztem a zeneakadémiát, énekeltem könnyű zenét, találkoztam emberekkel, és eljutottam odáig, hogy a 2010-ben meghallgassanak engem a Budapest Operett Színházba. És tényleg csak annyi volt nekem az álmom, hogy talán majd egy gála műsorban, hogyha kapok lehetőséget, az nagyon jó lenne, és arra se gondolok, mert minek. És mégis elkezdődött egy olyan életpálya és egy olyan életszakasz, ami teljesen megváltoztatta az életemet, nagyon sok újat hozott, nagyon sok tanulási lehetőséget, változást, ami nyilván azzal is járt, hogy én Budapestre kiköltöztem, egy új életet kezdtem. Minden addigi munkámat úgymond azt mondtam, hogy akkor most lefagyasztom, pihentetem, most megtehetem azt, hogy nem vállalok fellépéseket, mert egy Miss Saigon próba folyamatát, 3 hónapon keresztül ezt begyakoroljuk, és csak akkor erre teszem most az életemet. És igen, befektetett energia, a változás és a tanulás és ennek a komplex együttese hozott egy olyan új életszakaszt, egy új pályát, ami teljesen megváltoztatta az életemet. Most úgy így meséltél, vagy úgy eszembe jutott, vagy felötlött, hogy az új helyzeteken lehet készíteni magunkat? Nem. Hogyan tudjuk frissíteni? Legyűnyítottak, de hogy éberek. És bátra. És mi a helyzet a félelemmel? Van bennetek félelem? Vagy mikor van, vagy milyen helyzetben? Hogy csak persze, félelem van. Kírség és félelem. Dehogy is, de azért van. Na, nincs, akkor nagyban van. Kezdve, én olyan vagyok, hogy persze van
kérdésbe, nem, de én ilyen hülye vagyok, hogy én nem gondolok bele a buktatókba. A félelem az bukta, vagy a belegondolás a bukta? Hát, hogyha félelmeim vannak, akkor nyilván vannak kétségek, és vannak akkor, hogy mi lesz akkor, ha, és hogyha nem úgy lesz, és ezek visszatompítják az emberben azt a lelkesedést és azt a lendületet, ami előre tudna vinni. Úgyhogy én sajnos ilyen... Hirtelen, bele. Nem hirtelen, mert azért csinálom, de én mindig, hogyha valamibe belevágok, akkor csum, megcsinálom, hát ja, tudom, hát én izé. Tehát, hogy igazából én így megyek neki bármilyen vakmerő és elmebeteg dolgoknak, ami utólag rájövök, hogy édes Isten, nekem hol volt az ezen? Például én Bukarestben a Román Nemzeti Operett Színházban játszottam először, úgyhogy null tapasztalat, mint színésznő, magyar akcentus, de nem kevés, tehát azért, és tázit kimertem állni, és letáncoltam, és leénekeltem, megcsinálom, hát mi van? Tehát ha rám merik bízni, akkor ennek biztos oka van, és akkor megcsinálom. Ez a Hályok-Kovács modell kicsit, nem persze, tudom. Persze, a Hályok-Kovács szindróma, hogy én ezt biztos meg tudom csinálni, én ebben jól leszek, és mikor már túl vagy rajta, és úgymond lejön az a teher, akkor utána, Jézusom, ez hogy merészeltem? Tehát nyilván sokszor volt hát nekem ez a szembesülés. Na szerintem jó, hát az a legjobb, ha az ember szembenéz a félelmeivel is, mert ugye van egy ilyen mondás, hogy állj ellent a szorongásnak, és akkor szorongani fogsz, mert akkor félsz attól, hogy van. Ez, én meg már úgy vagyok vele, hogy akkor álljunk számos, nézzünk vele szemben, nézzük meg, hogy mi van. Tehát, hogy ez is olyan dolog volt, mint most ez a rendező szak, hogy ezt mindig így tologatom, meg biztos van bennem egy kis félelme, azzal szemben. Hát akkor menjünk oda, és akkor menjünk vele szemben. Félelem volt egy kicsit emögött? A tologatás mögött? Nem, hanem mindig azt gondoltam, hogy még ráérek erre. Nem, de mindig könnyebb egy dologról beszélni, mint csinálni. Tehát én a magyar futballválogatottnak olyan jó edzője lennék meg, és a teniszválogatottnak is, hogy csoda. Tehát, hogy minden ez. De lehet, hogy amikor oda mondja, jó, akkor figyelj, hogy csinálta. Akkor azt mondja, Jézusom, ez nem tudja levenni a labdát. Nem kéne ezt neki valahogy megtanulni? Te taníts meg. Hogy én sem tudom levenni a labdát. Szóval, hogy inkább menjünk vele szembe. Nézzük meg, hogy mitől félünk. Nézzük meg, hogy mitől félünk, hogy a szakmaiságától, vagy az emberektől, vagy magunktól, vagy a magunkkal szemben támasztott kétségeinktől, akkor azt kell kidolgozni, és mert én úgy tekintem, hogy igazából nem problémákat nem keresni kell, vagy gerjeszteni, hanem kell megoldani. Tehát, hogy nézzünk vele szembe, és keressünk rá megoldást, és akkor az működik. Az biztos, hogy a nyusziság, vagy a gyávaság, vagy a megtorpanás az ilyen helyzetekben nem jó. És valóban kell hozzá egy adag vakmerőség is. Igen. Ez is igaz, hogy néha azt mondja az ember, hogy na most, ha gondolkodok rajta, akkor nem ugrok itt és le ezen. Nagyon hajlamosak vagyunk, hogy túlgondoljuk és átgondolni. És az, én rájöttem arra, hogy amit állandóan átveséztem és átgondoltam, az sose volt jó. Igen. Lehet, hogy nem az ösztöneidre hallgattál, hanem igen. Én egy iszonyatos ösztönember vagyok, és nagyon érdekes, hogy mikor ösztönszerűen az első gondolat bejön, hogy akkor ezzel kapcsolatosan ezt kellene tenni, és akkor mégis érnek olyan impulzusok, hogy másképp teszem, és utólag beigazolódik, hogy na, az volt azt lett volna tudni, hogyha magamra hallgatok. És akkor mit csinálsz ilyenkor? Már próbálom megoldani, úgyhogy van. Hát igazából én nem bánok semmit, tehát igazából én bármilyen döntést hoztam, vagy bármilyen változással kapcsolatosan én döntöttem az életemben. Utólag, igen, most gondolkodok, hogy bemagyaráztam magamnak, hogy ez jó döntés volt, vagy tényleg jó döntés volt, de szerintem jó döntéseket hoztam, remélem. Bizonytalan vagyok, vagy mégsem. Te akkor megnyugtatlak, nincs jó döntés, vagy rossz döntés van, aztán hát kérdés. Hát igazából és annak az életet, és van egy következménye, és hogyha balul jövünk ki belőle, akkor tulajdonképpen tényleg ez egy tapasztalat, és akkor az erősít minket, és tulajdonképpen tanulsz, egy életen át tanulsz. Igen, ezt Müller Péter mondja, milyen szépen pont ráhangolódtunk erre, hogy a fölfele élő embert a nehézségek megerősítik, és a lefele élő embert pedig szétrombolják tulajdonképpen. Akkor ezzel így egyet is érthetünk mi is. Egyébként a nehézségekben ott vannak a lehetőségek is? Csak abban vannak lehetőségek. Csak abban. Hát ha minden könnyű, és ki, akkor az ember szépen beáll egy komfortzónába, és azt mondja, hát... És akkor van a baj. És akkor van a baj. Akkor mert jól vagyok, aztán kész.
csak közben eltelik az idő, és akkor azt mondom, hogy azt ott én ott nem ugrottam meg, nem mentem neki, nem próbáltam ki, nem akartam elég, és már nem is lehet, mert már elmúlt az az idő, amikor lehetett volna. Úgyhogy szerintem az embernek nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat átadja a gyerekeinek, hogy én is azt hiszem, hogy jobb lett volna, hogyha én ezt már úgy gyerekkortól. Nyilván nekem az volt az utam, hogy megtapasztaljam, és átmenjek rajta, és szembenézek, és megtanuljak szembenézni önmagammal, és kérdéseket tegyek fel magamnak. De az is egy nagyon fontos, hogy az ember már a gyerekeinek tudja ezeket, a saját tapasztalatait továbbadni. Hát nyilván nekik, de ők tapasztalják meg. Meg fogják tapasztalni, hiszen nekik ez megint csak egy... Na. Én csak a csúszda szinten vagyok, Zsoci, de én már tényleg úgy gondolom, hogy például másfél éves a kisfiam, és nagyon nyitott a világra, és minden érdekli, és igazából hagyom, hogy egyedül felmászon arra, ilyen magas csúszdára megjegyzem, ami otthon van a kertben, és hagyom, hogy ő egyedül csúszson le, hogyha le is esett egyszer, akkor tudja, hogy azt úgy kell megfogni, megmutatom neki, és felfogja, tehát, hogy nyilván tapasztalja meg, ne az legyen, hogy én elmondom, és akkor minden irányítva legyen az útjában, mert soha az életben nem lesz akkor talpra esett, és úgy gondolom, hogy ő is kell tudjon döntéseket hozni majd a későbbiekben, de én már most próbálom a gyerekemet úgy nevelni, hogy tapasztald meg, kicsi fiam, ha elesel, ez van, anya megmondta, de tapasztald meg. De anya megmondta azért az ott. Anya megmondta! Ezt mondta a kisebb gyerekemnek a gipszelőbe én is, hogy én mondtam, hogy szerintem, ha leesel, tökre fog fájni. Fölmászott, és nem, ez valamilyen híd volt a játszótéren fönn a mászókák tetején, és ő oda mászott föl, és megpróbált át, és mondta, hogy szerintem, ha leesel, 3,5 méterről, nagyon fog fájni. Szerintem ne csináld. De pif leesett, mondta, hogy ez már a fáj, mondom, akkor most megyünk a János kórházba, eltört az összes csuklója. De ő nagyon pozitív, mert mondta, hogy ez azt jelenti, hogy nem kell írnom. Minden rosszban van valami jó alapon, már meg is láttam. Ugorázni se kell most járnom 4 hétig, hogy kapok róla papírt. Ilyen jó, hogy felmásztam arra. Most visszamászok a másik kezemet, és nem, de tényleg ezt szerintem, igazából tényleg a változást meg kell tapasztalja mindannyiunk, és hogyha buktatóval vagy negatív következménnyel jár, azt is meg kell tapasztalni, és nem szabad félni semmitől, meg az élettől nem szabad merj élni. Például most volt egy ilyen helyzet, hogy a nagyobb gyerekem teniszversenyre ment, és egy olyan helyen volt a verseny, ahova ő régen járt évekig edzeni, és kiderült most, hogy ő nagyon rosszul érezte magát, mert a nagyobbak bántották, meg cikizték őket, és teljesen egy ilyen pszichés görcsbe volt, hogy ott kell játszania. És így beszélgettünk el, és csak most mondta el valamikor, mikor már nem ott edz, és ugyanott volt a verseny, és ugyanazokkal az emberekkel találkozott, akár régi edzőket, csapattársakkal, meg egy csomó idegen. És mondtam neki, hogy te figyelj, rájöttem valamire. Hagyd az egész versenyt, nem kell megnyerned a versenyt. Mindig azt az egy fickót verd meg, aki ott szembe áll. Ne foglalkozz semmivel, csak arra, hogy azt az egy fickót. Szóval jó, de majd aztán jön a következő. Mondom, azzal, hogy akkor foglalkozz, csak arra az egyre fókuszálj. És megnyerte a versenyt, megnyerte a tornát. Nyilván utána már nem emlékezett, hogy mekkora okosságot mondtam neki. Majd. Attól vagy ilyen baromi okos, hogy elolvastad az Agassi könyvet? Most ettől tudsz mindent a teniszről, mondjam, jó, mindegy, csak értsd meg, aztán kész tőlem, azt mondod, amit akarsz. De hogy vannak tényleg tapasztalatok, amiket át tudunk esetleg adni, aztán nekik is meg kell járniuk a saját útjukat. Azt hiszem, műsorunk vége fele ezzel a történettel le is zárhatjuk a mai beszélgetésünket, és azzal a gondolattal, hogy ne féljünk, merjünk élni. És olvassuk el az Agassi könyvet. És olvassuk a könyvet. És csak azt az egy fickót kell mindig megvalósítani. Igen, ez fontos. Csak előre egy. Nem, igazából tényleg ne féljünk a változástól, és bátran. Köszönjük, hogy itt voltatok, és hát menjünk szembe a nehézségekkel tovább, úgy ismerjük meg önmagunkat. Gyertük hozzá máskor is, várunk titeket. Köszönjük szépen. Önöknek, kedves nézőink, köszönjük a figyelmüket, várjuk önöket jövő hétfőn is, ugyancsak este 8 órától, itt az Erdély Magyar Televízióban. Viszontlátásra!